sziasztok, üdvözöllek benneteket az Időinfomed kép nevében. Az éjszaka folyamán erős anticiklonális hatások érvényesülnek hazánk felett. A magas légnyomás a leszálló légáramlatoknak kedvez, talaj közelében a hideg levegő megreked, még felettünk a magasban a melegebb levegő kedvez az inverz hatásoknak, ezt majd egy későbbi oktató videómban ki fogom fejteni. Az inverziónak, a szélcsendes párás időnek, a derült égnek és a leszálló légáramlatoknak köszönhetően az ország nagy részén köd képződik, vagy erősen párás lesz a levegő. Kivételt az ország keleti része jelentheti, valamint magasabb hegyeink. A hőmérsékletek a Dunán túlon, annak a nyugati részein, valamint külső Somogy és az északi középhegység, valamint Bács megye homokhátságain a fagyzugos részeken fagypont közelébe süllyednek, talajmenti fagy nem kizárt. A sötétkékkel jelölt területeken ezt meg is jelöltem. A legmelegebb Romániával, valamint Ukrajnával határos részeken lehet 6-7 fok körül. Szélcsendes, gyenge szellős éjszakának nézünk elébe. Szombat napközben a köd felszáll, a hőmérsékletek a magasabb hegyeinkben 5-6 fok körül alakulnak, viszont általában az országban 7 és 12 fok között fognak majd szóródni. Gyenge, esetleg mérsékelt délies légmozgás a Kisalföld vidékein fordulhatnak elő. Csapadék nem várható. Délután kisebb réteg és gomoly felhők csak ritkán zavarják meg a napsütést, keleten, délkeleten néha a fátyolfelhők jelenhetnek meg, napsütéses időben lesz részünk. A magasban melegebb levegő tölti ki a Kárpát-medencét, ennek hatásait csupán a köthajlam erősödésében fogjuk érezni vasárnap hajnalban. A fagy esélyei talán némileg mérséklődnek, de talajmenti fagyokat még nem lehet kizárni az arra érzékeny helyen. Felszín közelében a szél csak néha éri el a mérsékelt lökést, arra továbbra is a nyugati ország részben számíthatunk. Vasárnap nappal az előző naphoz képest délkeleten 2-3 fokkal lehet melegebb levegő, ott akár a 15 fok sem kizárt, másút 9 és 13 között fognak szóródni az értékek. Ha tetszett a videónk, feliratkozásoddal támogasd a munkánkat. Az előrejelzés létrejöttében partnerünk volt a Decor Express. Köszönjük!